Turisztikai fejlesztések, energetikai beruházások, strand és kikötőfejlesztés. Ezek mind folyamatban lévő vagy idénre tervezett beruházások Vásárosnövényben, ahol az élet ugyan nem állt meg, de takaréklángon folytatódik tovább. Nagyon szűk körrel, hiszen odafigyelünk arra, hogy mi is tartsuk be a szabályokat. Hárman, négyen a Gergely-Gondolyai Tiszaparton jártunk és megnéztük azt a fejlesztési területet, ahol a turisztikai projektünket tudjuk majd továbbvinni. Ez két részből áll, van egy 161 milliós nagyságrend és van egy közel 40 milliós nagyságrend, amely kapcsán családbarát mosdók kialakítására kerül sor, illetve olyan információs pontok kialakítására, amely a reményeink szerint nyár vége felé beinduló turizmust újra a helyére tudják tenni. Szeretnénk mindazt megvalósítani, amit terveztünk. Nyilván az élet most sok mindent átír. Ugyanakkor vannak olyan energetikai projektjeink, amelyek zajlanak, itt iskolafelújításokra gondolok, olyan energiahatékonysági feladatokat látnak el, mint hőszigetelés, nyilászárók cseréje, fűtéskorszerűsítés. Ez három épületünkön indul majd, egyiken lassan befejeződik, a másik kettő pedig hamarosan indul a projekt. Emellett az Eötvös utca újraburkolása, járdaépítés, valamint szabadidős terület kialakítása is a tervek között szerepel. Magának az Eötvös kúriának a rendbetétele nagyon fontos, hiszen a múltat tisztelve élhetünk csak a jelenben és haladhatunk a jövő felé. Épp ezért, ahogy annak idején a Tomcsányi kastélyt sikerült megmenteni, úgy azon vagyunk, hogy az Eötvös kúria is ugyanígy járjon majd, és ugyanígy tudjuk ezt az épületet is megmenteni, és tényleg beilleszteni a turisztikai attrakcióink közé, hiszen nagyon fontos ez, hogyha ez a folyamat, hiszen hogy minél hamarabb véget ér, és minél kevesebb áldozattal, és odafigyelve egymásra újra lehetünk majd a turisztikának, a turizmusnak egy olyan kis fellegvára, ahová érdemes eljönni. Ennek tükrében természetesen sok mindent leállítottunk a prevenció kapcsán, így júniusig semmiféle dologban nem gondolkodunk, valamennyi városi programot leállítottunk, de előre tekintünk és hiszük azt, hogy július-augusztus folyamán azért már valamit tudunk tenni. A polgármester hozzátette, a képviselőtestület és a helyi intézmények vezetői a háttérben továbbra is dolgoznak, a döntések előkészítése és meghozatala pedig a korábbi ütemben zajlik a településen.